Köszöntelek benneteket a Napsugár óvoda első pizsama partiján. Ez a pizsama parti április 1-jéhez kötődik, amit a bolondok napjának is szoktak nevezni. Képzeljétek el, ez a bolondok napja, ez egy nagyon régi, nagyon ősi tavaszkezdő ünnep, amikor az emberek tréfálkoztak, bolondoztak, viccelődtek egymással. Mi is ezt csináljuk most, ugye, amikor pizsamába öltözve játszunk, mulatozunk, viccelődünk egymással. Ehhez a naphoz kötődnek különböző kis mondóták, versikék. Ilyen az egyik, amit most elárulok nektek, sőt, lehet, hogy van, aki már ismeri is. Így hangzik: április bolondja felmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, fél tizenkettő, mind a kettő. Hoztam nektek egy mondókát, amilyen kicsit a tornához is kapcsolódik. Ilyen nagy az óriás, nyújtózkodjunk, kispajtás! Ilyen kicsi a törpe, guggoljunk le a földre. Mérleg vagyok, billegek, két kezembe súlyt veszek, óra vagyok, ketyegek, óvodába sietek! Figyeljetek, kiskaticások! Itt zenét fogunk indítani. Amíg halljátok a zenét, körbe fogtok futni a párnák körül. És amikor már nem halljátok a zenét, mindenki gyorsan lecsücsül egy párnára, jó? Betty néni, indíthatod a zenét. Állj! Futás! Futás! Gyorsan! Futás! 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 Mutatni nektek csak az árnyékát, jó? Anyika néni kivetíti majd az árnyékát, és nektek meg ki kell találni, hogy mi lehet az a dolog. Láncsi lesz ez, fiam. Egy hát mi nagyon ügyesek vagytok. Egy repülőgép. Ne gyertek, csak menjünk. Megijedtem.